Kovács András hajtotta a pályán és közötti a versenybíróságot, segít hajtójait Gyugörös József, Fecskével és Gyeressel. Elindult, szőke Ernő.
oldalon. Nézzük a hentes, hogy sikerül meghajtani Szürke Ernőnek. És három verőhibával zárt a Szőke Ernő. És a csengő elhangzása után áthathat a startvonalon. Kérdés, hogy hova ülsz, Barca? Oda! Jó? Gyere, mert állj az úgy, már nem láttalak, már elbújtál. Jó? Nem baj. Ott a hatos
látod? Úgy, ott a hatos, ott van, hátad, oda! Ez az! Jó, hatos hibátlan, gyerünk! Ott a hetes, hetes! Hetes! Ezt megszámozzuk a táblákat, de ugye 6 éves, hát lehet, hogy még, lehet, hogy még nem ismeri a számokat, hát persze, lehet, hogy... Így van, hetesnél is van egy pici előhiba. Igen, ott is van egy pici előhiba, nézzük a tízes! Ez az, az lesz a tízes akadály, úgy van! Ez az a hibátlan, nagyon jó! Jó, most könnyített magát! Nézzük Szabolcsnak, hogy sikerül leküzdenie
ezt a Cseszényi pályát. Úgy van, és elindul. Pakold azokat a zsákokat! Eldob! Hey, hello!
Így van, mert sajnos a 17-esnél van egy hivatban. Másodperces időeredménnyel, és két verőhibával láttuk Barta és Szőke Ferenc hajtotta a pályára, segédhajtója pedig Farkas Pál Csengel hangzása után 40 másodperccel a rendelkezésedre, hogy áthajtsa a startvonalon, ami most meg is történt, nem? Hajtás látunk Szőke Ferenctől, alias Törpétől.
Tehát Kovács Attilát látjuk, aki Berhidáról érkezett hozzánk, és segédhajtója Farkas Pál. Bandival és Csillával látjuk egyébként Kovács Attilát. Segíthajtót kerítsél magadnak!
fogja a lovat. Távolságot tessék tartani a fogatok között is, oldaltávolságot. Szüken vagyunk, de meg vagyunk. Így van. Nem becsaporozunk. Tehát úgy gondolom, hogy minden fogatos megérkezett. Én mindenkinek szeretném megköszönni a mai napot. És főleg ez azért egy kicsit fontos, ez a mai nap. Úgy gondolom, hogy a gazdafogadhajtó vetélkedőn ez egy olyan esemény, főleg azoknak a fiataloknak, akik eljöttek ide, egészen az egész pici apró kisgyerekektől, és azok is ezt a sportot és ezt a fogadhajtó sport tevékenységet próbálják magát, a szellemét tovább életetni bennünk, hogy mi magyarok azért mennyire kötődünk ehhez a családhoz, ehhez ahhoz a családhoz, ami maga a lovasport képvisel. A másik köszönet azért járt, mert úgy gondolom egy olyan versenyt sikerült rendezni, ami szintén balesetmentesen lezajlott. Ennek külön örülök, és úgy gondolom, hogy ennél nagyobb öröm nem is lehet, hogy mindenki egy olyan versenysorozatról, igaz, hogy amatőrökről beszélünk, de úgy hajtották végre ezt a mai versenyt, hogy épségben és egészségben, és kívánok mindenkinek a hazafelé vezető úton ugyanezt. De nem szeretném tovább húzni az időt, szeretnénk elkezdeni az eredmény hirdetést, és az eredmény hirdetésekhez szeretném felkérni polgármestert Albert Mihályt és ifjú Vörös Józsefet, hogy a díjakat és a szallagokat majd adják át. Az eredmény hirdetést a vadászhajtással szeretnénk kezdeni, és a vadászhajtás 6. helyezettje nem más, mint Ihász András 156-87. Így van, tehát 6. helyezett Ihász András. Gratulálunk! Tedd le, légy szíves! Díjkiosztáson! Ne lovazzál, ne telefonálj, tedd le! Köszönöm! Gratulálunk tehát még egyszer Ihász Andrásnak! A 6. helyhez! Az 5. helyen Várpalotáról érkezett hozzánk Szejvolt Mihály, aki 1.51.16-os időeredménnyel a vadászhajtásban az 5. helyezettet szerezte meg. Tehát Szejvolt Misi. Gratulálunk neki! És a díjat ugye Albert Mihály polgármester adja át, díszalagot pedig ifjú Vörös József tűzi fel. A gazdafogadhajtó versenysorozat 3. helyezettje, ezt nem tudom, hogy fogod megoldani, Józsika, mert te lettél. Úgyhogy ezt gyorsan el is tegyük félre a szallagot. Így van, ez a vadász, így van. Mit akarsz? Nem, negyedik helyen van, így van, kapsz egy a lovat magadnak, meg kapsz egy szalagot, és kész. 3. helyez, 1.43-as időeredménnyel vadászhajtás 3. helyezettje Varga Zsolt. Gratulálunk neki! Úgy van, a szallagot Rózsika tűzi fel, a díjat pedig Albert Mihály Csetén polgármester adja át. Gratulálunk még egyszer! A gazdafogadhajtó, mindig összekeverem. Vadászhajtás, elnézést kérek. Vadászhajtás 2. helyezettje, Idős Vörös József. Gratulálunk Idős Vörös Józsefnek 1.38.72-es időeredményéhez. Csak kérdezem, hogy hol van? Elment az a másik lovakért. Ja, hogy vigyétek el, jó? Tehát az Idős Vörös József. Gratulálunk neki, de a Móri Vörös József veszi át a helyét. És ne is menjél el, légy szíves. Ne csináljatok, mert por lesz.
És az első helyezett is, Vörös József, csak éppen aki Móról érkezett hozzánk, gratulálunk! És úgy gondolom, hogy ennek a versenysorozatnak egy olyan személyisége, most már lassan Vörös József, akár a csetényi Vörös Józsefekről beszélek, akár a Móri Vörös Józsefekről, akik igenis példamutatóan. És ugyanaz a fogat. És ugyanaz a fogat is, hát természetesen. Tehát gratulálunk még egyszer Vörös Józsefnek, az első helyére 1.29.90-es időeredménnyel. Gratulálunk! Na és most következik a gazdafogat hajtó. Gratulálunk, tehát még egyszer Vörös Balázs, 6. helyéhez. Így van, 5. helyezett pedig gazdafogat hajtó versenyben, Hornyák János, aki az 5. helyen végzett, gratulálunk. Tehát gratulálunk Hornyák Jánosnak. Még egyszer. Vápolótáról, Inotáról, hogy eljött ide, és megtisztelt bennünket. Na, mindjárt az egyesek, az nem a hatós sorok, nem az is még ezt. Így van, hogyha emlékszik rá, hogyha nem a hatós akadálya kezdi a versenyt, ugye? Akkor... ugye? Akkor talán még az eredmény jobb is lenne. Nem baj, lesz ez még jobb is. A 4. helyezett idős Vörös Józsefet kérem ide a bírói tribünelé, aki még mindig nincs itt. Úgy van, kérném majd átadni a díjat idős Vörös Józsefnek. 3. helyezeten végzett ifjú Vörös József. Neked ki adja át, neked ki fogja átadni a díjat, Józsika? Egy tiszteletkört. Szalagot is tűzd már fel, légy szíves. A fülére. Így van. Föl legyen ám tűzve. Micsoda? Dehogy nem. Már csak azért is. Úgy van. Ifjú Vörös József. Gratulálunk neki. 2. helyezeten. Tehát gratulálunk Varga Zsoltnak. A gazdafogathajtó verseny 2. helyezéséért. És a gazdafogathajtó versenysorozat csetényi versenyén első helyezett nem más, mint aki Móról érkezett hozzánk, Vörös József első helyen igen büszkélkedhet. És megérdemelt helyre került ez a díj. És gratulál, nehéz, igen. Tehát gratulálunk Vörös Józsefnek a gazdafogat verseny első helyezettjének. Külön díjban szeretnénk részesíteni Véninger Szabinát. Ugye a hölgyeket külön szoktuk díjazni, és Véninger Szabina úgy gondolom, hogy erre a díjra méltó, és reméljük, hogy még fogunk vele találkozni. Gratulálunk neki még egyszer. Kérném a bírói tribün elé Vörös Jennifert. És reméljük, hogy még többször fogjuk látni Vörös Jennifer. Következő külön díjat Háner Eszternek szeretnénk átadni. Tehát gratulálunk neki, és gratulálunk ehhez a külön díjhoz is. Háner Eszternek. És a következő külön díjat Torma Tímeának szeretnénk átadni. Úgy gondolom, hogy egyre népesebb ez a mezőny hölgyhajtók
számára, és remélem, hogy ez a közeljövőben is így lesz. Magyarországot egyébként egyes fogadban nagyon szépen képviselik a hölgyek, tehát gratulálunk Torma Tímeának. És szeretnénk még egy külön díjat átadni, nem is egyet, még lesz több is, Kovács Gézának. Tehát Kovács Géza azért megérkezett itt az egyes pónival, látom én. Tehát gratulálunk. És örülünk, hogy eljött és... Nem, hanem a Robi. Szépen. Robinak hívják? Igen, Robi. Robi, Robi ő. Tehát gratulálunk. Még van két külön díjunk még hozzá. Egy igen-igen fiatal emberé, akit nem más, mint úgy hívnak, hogy ifjú Barca István! Tehát ifjú Barca Istvánnak egy külön díj, aki 6 éves, még egy kicsit, ha lehet, gyerek közelebb. Úgy van, gratulálunk, segédhajtó lepattam, így van apuka személyében. Gratulálunk tehát ifjú Barca Istvánnak ehhez a külön díjhoz, és még továbbiakban sok sikert kívánunk neki. És úgy gondolom, hogy a mezőny legkisebb és legfiatalabb hajtójának, Vörös Tamarát kérném ide. Tamarát is jutalmazzuk meg. Igaz, hogy ott nagyon el van bújva ott középen. De úgy gondolom, hogy nem elég korán kezdeni. Gratulálunk, Tamara! Ügyes voltál! Így van.